Észak felé kanyarodunk a Dobrudzsai hegyeknél, ahol csupán Szilisztra, Rasova, Csernavoda a megnevezhető állomások. Az Alduna mintegy 400 kilométerre a tengeri torkolattól. Hatalmas hajók, a hatalmas vizen. Bizony, itt a Duna medre már mintegy 6000 köbméter vizet szállít másodpercenként, meg vagy 5 tonna hordalékot is minden szekundumban. Mi ez a hordalék? Elsősorban a kristályos hegyvidékek legellenállóbb, legkeményebb kőzetének apró morzsákká zúzott maradéka, amit általában folyami homoknak neveznek, de csak a szakemberek tudják megmondani, hogy annak is hány fajtája létezik. E homokot a lassuló vízfolyás, a meder egyre kisebb esése miatt igyekszik ott felejteni a folyó valahol a fenéken, és megkönnyebbedve haladni tovább. Ezzel az ott felejtéssel nagyon vigyázni kell, ha a hajózáshoz szükséges megfelelő vízmélységet fenn akarjuk tartani. Minden ország vízügyi hatóságai folytonosan figyelik a meder állapotát, s ahol szükséges, ott azonnal elkezdik a kotrást, a meder mélyítését, a hajózó út irányának és mélységének beállítását. Utunk során nem először és nem utoljára találkozhatunk a meder kotrását végző hajókkal, munkagépekkel. A mai napon nagyot fordul a világ, hiszen ez a kép, amit 400 kilométeren át megszoktunk, a magas jobb parton bolgár városok, a lapos bal parton román ártér és kikötők alapvetően megváltozik. Ezzel a nagyvárossal, Szilisztrával ugyanis Bulgária búcsút mond a Dunának, vagy ami az elkanyarodást illeti, inkább a Duna dönt úgy, hogy megváltoztatja eddigi folyás irányát. Előbb azonban ejtsünk még néhány szót a városról, hiszen ismétlésnek sem árt mindazt újra hallani, amit szinte a jobb part összes bolgár városáról elmondhattunk már. Krisztus előtt szittyák, trákok, Krisztus után rómaiak. A 169-ben alapított Durosztórum a kelet-római birodalom erős védőbástyája volt. De meddig is? A 6. században már a város erődítései sem tudnak ellenállni a barbárok, a 7. századtól a bolgárok hódításának. Majd Bizánc évszázadai következnek, és a török 500 év. A 20. században néhány évtizedig Romániához tartozott Szilisztra, az utolsó dunai bolgárváros. A dunai lapátolóknak, fél Európa vizitúrázóinak Szilisztra leginkább azt jelenti, hogy évtizedeken keresztül eddig a pontig a 375. folyam kilométerig tartott a németországi Ingolstadtból induló 2080 kilométer hosszúságú nemzetközi Dunatúra. Ami ezután következik tehát, még a sporthajóknak, még a dunai túrázóknak is sokkal kevésbé ismert világ lesz, mint a forrástól idáig látott 2400 kilométer. Itt kell megjegyeznünk, hogy az említett nemzetközi Dunatúra soha nem a román oldalon haladt, tehát az itteni zárótábort is a bolgár város látta vendégül, és nem tehették meg azt, amit mi most, hogy a Kölaras-Szilisztrai komp román kikötője melletti kellemes, homokos parton táborozzanak. Ugye a vizet maradhatnak benne, ugye, azt nem veszik. A román Kölaras városa, amely egyébként a lovasságról kapta a nevét, csak nem 10 kilométerre épült a Dunától, és partjaihoz a folyó már nem a főágával, hanem egy mellékággal érkezik, s még abból is kiágazik egy mesterséges csatorna, amely az ipari negyed vízi szállításait szolgálja. Amikor másnap reggel ebben a vidám napsütésben a kölarasi komp kikötő mellől elindulunk, az előbb említettek miatt nekünk is és parti kameránknak is egy új világ kezdődik. Nekik leginkább azért, mert megtehetik azt, ami eddig tilos volt. Felszállhatnak egy kompra és átkelhetnek a jobb partra, hiszen ettől a ponttól kezdve már az is román terület. Szilisztra után ugyanis a bolgár-román határ a Dobrudzsai hegyeken át elindul a tenger felé.
A Duna itt, nekifutván a dobrudzsai tönknek, északkeletnek, majd északnak kényszerül kanyarodni, és vagy 200 kilométeren keresztül tartja is ezt az irányt. Ez az egyik változás. A másik, hogy a széles, nagy mederben fenségesen hömpölygő nagy folyó innentől kezdve két fő és több kisebb ágra szakadva halad tovább. A románok a főágat, azt, ami most mi is haladunk, egyszerűen Dunának nevezik, és a mellékágak kaptak jelzős elnevezést. Így a tőlünk most nyugatra lévő, egyébként ránézésre semmivel sem kisebb vagy jelentéktelenebb meder egy partmenti településről a Borcsai Duna nevet viseli. A hatalmas, ha a folyam kilométereket tekintjük, mint egy 130 kilométer hosszú sziget, amit Jalomica szigetnek neveznek, a Duna tipikus hordalékkúpja. Ahol a partot kissé alámosra a folyó, szinte metszetszerűen tárul fel a talaj anyaga és szerkezete, így akár a laikus is megállapíthatja, hogy egymásra rétegezett, homokos hordalékból épül fel. A szigeteken erdő és mezőgazdasági ültetvények vannak. Az előbbit ez a tipikus mesterséges nyárfa erdő jelzi, az utóbbit pedig a part mentén lekötött lakóhajók és a nagy teljesítményű szivattyú telepek. A keleti főágban zajlik a hajózás, bár, mint dunai hajós barátainktól megtudtuk, régebben meglepő irányváltoztatásokkal terelték a hajókat, nyilván a vízjárás és a biztonság mértéke szerint, hol az egyik, hol a másik folyóágba. A két nagy Dunát a majdani egyesülés előtt is néhány esetben hajózható ágak kötik össze, mint például ez is itt, amin hirtelen feltűnt az ukrán személyszállító flotta Izmail Ruszek között közlekedő és a tenger felől érkező szárnyas hajója. Az egyre csökkenő áramlási sebesség miatt lerakódó hordalék kotrása, a gázlók megszüntetése, a meder mélyítése elkerülhetetlen. Ebben segít az egykori magyar kikötői és úszódarú gyártás GANSZ típusú daruja. A kutyus talán észrevehette, hogy magyar csónakok érkeztek, és azt akarja mondani, hogy milyen kitűnő volt ez a darugyártás Magyarországon, nem kellett volna tönkretenni. Meg a nagy hagyományú magyar hajógyártás sem, tehetnénk hozzá a kutyus véleményéhez. Ebédidőben nézzünk szét egy kissé a jobb parton. A táj azt illusztrálja, amiről épp az előbb beszéltünk. A part magaslatairól jól látható a Duna mente végtelenül változatos vízi világa. Folyóágak, szigetek, holtágak, belső tavak, nádasok, tanyák és gazdaságok. A folyó itt már határozottan észak-keletnek tart, s ha néha-néha kedve lenne keletnek a tenger irányába fordulni, a nem túlzottan magas, de egységes és folytonos hegyvidék visszafordítja. Kérdés, hogy lehet-e egyáltalán ezt a 400 métert alig meghaladó kiemelkedést hegynek mondani. A földrajz is leginkább dobrudzsai tönknek nevezi, jelezvén ezzel egyöntetű, masszív egyneműségét. A kristályos alapkőzetre jó 100 millió éve tengeri üledék rakódott, aminek megkövesedett állatvilágát a partok mentén, a hegylábaknál kimosódva nagy mennyiségben meg is lehet találni. A legutóbbi évmilliók pedig vastagon lerakódott finom lösszel terítették a felszínt, így a jól vájható löszfal sem ismeretlen ezen a tájon. Ez a tönk Dobrudzsa egyik arca, a másikkal a laposabb, nagy vizek járt a tenger mellékkel is találkozni fogunk később. Íme a Duna nemzetközisége. Az a gyanunk, hogy ez a halász valamelyik parti kocsmában már iszogathatott együtt magyar hajósokkal.
amire minden lehetősége meg is van, hiszen ezeket a vizeket a nemzetközi hajózás szabályai szerint korlátozás nélkül járhatják bármilyen nemzet hajói és hajósai. És járták is, amíg lehetett. Mint láthatják, 2000 nyarán a hajóforgalom nem túl élénk, mivel az ipari átalakítások sok dunaparti üzemet érintettek, gyárak, erőművek, kikötők szűntek meg, a daruk bénák, a raktárak, dokkok üresek. De ez csak az egyik ok. A másik, hogy az 1999-ben a Dunába bombázott újvidéki hidak, mint egy természetes, vagy épp természetellenes hajózási akadály választják kétfelé a folyót, és ezzel a hajóforgalmat is. Aki fennrekedt, az ott utazik, szállít, hajózik. Aki alul maradt, az itt próbálja magát hasznosítani. Távol álljon tőlünk az összehasonlítás bátorsága, de 2000 nyarán az újpesti kék kenukon kívül nem sok hajó jutott le a Dunán, Budapesttől a Fekete-tengerig. MHRT. Jól ismert négy betű. Igen, a Magyar Hajózási Részvénytársaság bárkáit láthatjuk a Rasova fölötti vizeken lekötve. Néhány magyar hajó is éppen úgy járt, mint amiről az előbb beszéltünk. A Kalocsa, a Dunaföldvár és a Flóra éppen itt, a tengertől 300 kilométerre lekötve fuvarra vár. Merre mentek? Kostoncába. Várjuk a tengerőhajót. Mit tisztek? Mit szállítok? Tímföld. Kostonca. Mint megtudtuk, a három tolóhajó és az uszályok két eszendeje indultak otthonról, és itt rekedtek. Két havonta váltják a 10 főnyi személyzetet, akik megpróbálnak fuvart szerezni, hogy legalább a veszteséget csökkentsék. Mert egyelőre a hazajutás távolinak látszik. Ha üres hajókkal át is lehetne evickélni a roncsok között, egy pontonhíd nyitás 2000-es árakon számítva 21 millió forintba kerülne. Rasova, egy kis jobbparti falu, erről a teraszról figyeli néhány száz esztendeje, hogy mi is történik a Dunán. Sokfajta hajó jön, megy errefelé, meg is állnak, várakoznak is, néha hónapokig. De ilyen kék csónakokat, mint a mieink, minden bizonnyal most látnak első ízben. A falu elhelyezkedése egy dunai ember számára ideálisnak mondható. Az utcák a lankás domboldalra kúsznak. Minden ház ablakából és udvaráról a hatalmas rasovai kanyarra lehet rálátni. A főtér meg, mint egy színpad, egyenesen a Dunára van rendezve. A díszlettervező gondosságát dicséri, hogy a tér mindkét oldalán egy-egy kocsmát létesített. Kissé hátrébb egy darálót, ahol a zsákokban ide szállított szemes takarmányt megőrlik, a kerítés mentén pedig a kocsikról, autókról vásárolni is lehet. Egy kis krumplit, paprikát, paradicsomot. Egy szóval Rasova 2000. augusztus 2-án szerdán normális hétköznapjait éli. És ezért nem lehetünk eléggé hálásak. Igencsak eltöltöttük az időt a rasovai közéletben, úgyhogy a nap már a horizont felé araszolt, amikor induláshoz készülődünk. A Rasovánál egy hatalmas balkanyarral északi irányba fordul a Duna, és arra fogunk mi is tovább menni. Sajnos éppen indultunk, amikor a közelben horgonyzó magyar hajók legénysége megérkezett egy kis beszerző látogatásra a rasovai lépcső aljához. Ezt a 12 év körüli fiúcskát ebben a nagy csónakban.
Azonban nem is csodálkoztunk, hogy milyen kitűnően evez. De vajon hová mehet a hatalmas Duna hátán az este beállta előtt néhány perccel, amikor a nap utolsó sugarai vörös fénnyel festik meg a dobrucsei tönk egyébként is vörös falát. A magasabb vizek által alámosott part leszakadása, mint egy földtani metszet rajzolja ki az elmúlt évmilliók történetét. Jól láthatóak a néhány tízmillió éves üledékek vonalai, és a fölötte halmozódó negyedkori löszös talaj szürke paplanja. Talán merész asszociáció, de erről a parázsló kőfalról egy csaknem 100 évvel korábbi lángoló esemény jutott eszünkbe. Itt valahol ezeken a vizeken lett lángok martaléka 1912-ben az Erzsébet királyné nevű két kéményes személygőzös, amelyet Újpesten építettek 1896-ban a Magyar Folyam és Tengerhajózási Részvénytársaság részére. Az ugyanott és ugyanakkor épített Ferenc József gőzös pedig 1902. szeptemberében a Csernavodai hídnál a román Radu Negru csavaros vontatóval történt összeütközés következtében süllyedt el. Ikerhajók, ikersorsa. 1895. szeptemberében adták át a forgalomnak a román ipartörténet egyik remekét, a román tervek alapján készült Csernavodai Dunahidat. Ez a híd létesített vasúti kapcsolatot Bukarest és a nagy Fekete-tengeri kikötő Konstanca között. Csernavoda történelmében ugyanúgy, mint az eddigi településeknél láttuk volt, a trák, a római és a török korszakok váltották egymást. Ennek nyomait a városban máig fel lehet fedezni. Tegnap sötétben érkeztünk a csernavodai partokhoz, szét sem tudtunk nézni, pedig érdemes. A magas dobrucsai jobb partról jól látszanak a sárgán világító homokos szigetek. Ezt a képet még sokszor látjuk, legalábbis a következő 100 kilométeren. Most nézzük meg a hidakat alulról. A vasúti és autós közlekedésre szánt hidak rendkívül magas pilléreken állnak, és nem csak azért, mert a jobb oldali hídfő a magas dobrucsai parton van. Nem csupán azért, hogy a normális vízszint ingadozás ne zavarja a hajózást, hanem főleg azért, mert itt a forgalom egy részét már a tengeri hajók mozgása jelenti. A korábban már látott oltenicai hajógyárba például megfelelő vízállásnál itt jutnak el a hajók. A 190 méteres pillértávolság és a 40 méteres magasság ezt kényelmesen lehetővé is teszi. Ami a hidak hosszát illeti, a két hídfő, a csernavodai és a fetesti körülbelül 17 kilométerre vannak egymástól. Igaz, hogy közben a Jalomica szigeten is át kell vezetni az utakat. Innen a vízről valóban impozáns látvány a két hatalmas híd. Csernavoda az első dunai kikötő, amit többé-kevésbé már tengerinek is lehet nevezni, és nem elsősorban azért, mert hatalmas tengeri hajók mellett evezünk tovább, hanem azért, mert 35 esztendei építés után 1984 tavaszán megnyílt a Duna-Fekete-tenger csatorna, amelyen valóban tengeri hajók érkezhettek a dunai kikötőbe. Itt már csupán 6-7 méter a Duna és a tenger közötti vízszint különbség. Ezt kellett az építésnél áthidalni. Ha arra gondolunk, hogy innen a Duna torkolata még 301 kilométer, akkor a csatorna 64 kilométeres hosszúsága jelentős idő és üzemanyag megtakarítást jelenthet a hajók számára. Tegyük hozzá, hogy a csatorna neve sokak, főként az építésre kihajtott sok tízezer politikai fogoly számára még ma is hátborzongató emlékeket ébreszt. Ha útikönyvet írnánk, itt, ezen a ponton arra figyelmeztetnénk az utazót, hogy Csernavoda alatt a hajózó ágat nem könnyű megtalálniuk a különböző folyóágak szövevényében, de ha jól figyelünk, a hajózási jelzések azért eligazítanak. Nekünk még ezzel a nagy homokpaddal és a torkolatot mélyítő kotróval is nehezítve volt a feladat.
Ha a különböző életformák, kultúrák alapján próbálnánk részekre osztani a Dunát, akkor Csernavoda alatt mindenképpen egy új szakasz kezdődne. A folyó és a partjain élő embernek egy olyan ősi, harmonikus világával találkoztunk itt a következő 300 kilométeren, amiért önmagában is érdemes volt végigeveznünk az elmúlt 27 napban mögöttünk hagyott 1300-at. A partmenti falvak lakói minden módon igyekeznek hasznosítani a szigetek adottságait. Ezek a fiúk például a kaszálókon megszáradt szénát rakodják a bárkába, amennyi csak fér, és eveznek vele haza. Ez lesz a kiváló téli takarmány a jószágnak. Hamarosan a bal parton rőzsegyűjtőket találunk. Ezek nagy gyakorlattal készítik el a rakományt, hogy minél több fölférjen a csónakra. Az imbolygás és a borulás ellen a lapos fenekű, nálunk is jól ismert halászladék a legbiztonságosabb, pedig, mint hamarosan látni fogjuk, általában halászatra már nem ezt használják. Eveznek vissza a jobb partra, mert a falvak sora érthető módon ott található. A dobrucsai magaslatok adják a biztonságos lakóhelyet, a széles homokszigetek, a kövér öntéstalajok pedig a jó termőhelyeket. Ezek a képek nagyon pontosan leírják a Csernavoda alatti Duna szakaszt, ahol a folyó ismét a dobrucsai tönknek ütközik, és tovább kanyarodik, immár pontosan észak felé, minduntalan keresve azt a helyet, ahol majd végre jobbra, kelet, a tenger felé indulhat el. De arra még egy kicsit várni kell. Ennek az ütközésnek a sebeit viseli ez a domboldal, amelyet a vizek folytonos harapásai tettek ilyenné. A parti löszfalak magasságát akkor érzékeljük igazán, ha a víz mellett futó kocsihoz hasonlítjuk. Dunörea, magyarra fordítva egyszerűen Duna, annak a falunak a neve, amely alatti vízparton ezek az emberek a parti agyagos talajból vályogtéglát készítenek. Nem először találkozunk ilyennel, de látható, hogy ez alkalommal nem kereskedelmi célú, nem eladásra szánt téglagyártásról van szó, hanem minden bizonnyal egy család saját szükségleteire készíti ezt a nagyon használható és nagyon egyszerű építőanyagot. Egy kilométerrel lejjebb az asszonyok mindennapos munkájukat végzik. A mosópadon házi szappannal és gyökérketével szőnyegeket mosnak. Ezt nem lehet és nem is érdemes otthon, a háznál csinálni. Itt bőven van víz, meg társak is a munkához. Be fogsz kerülni a televízióba, ugratják egymást, de már lipován nyelven. Közeledünk a deltához, egyre gyakoribb az orosz szó. A vízfolyást tekintve kissé lejjebb, ezekben a nagy kasokban a lenyírt gyapjút selejtezik, tisztítják és mossák. A parti sziklákon a kimosott gyapjú szára. Hát így élnek a dobrucsai partokon. Az építkezés, a gazdálkodás, az élet minden szála a Dunához kötődik. Valahogy úgy, ahogy az elődöktől tanulták, és gyakorolják sok száz esztendő óta. Vajon érdemes-e ezt a harmóniát megbontani? A kényelem, a civilizáció, a technikai haladás ére annyit, hogy ezt a mosolygós világot elveszítsük.